Én a gramofonhoz és gramofonlemezekhez nem igazán értek, én csak a zenéjükkel foglalkozom, a Zenetudományi Intézetben dolgozom, zenetörténészként, népzenekutatóként, és itt találtam rá a elsősorban a korai gramofonlemezeknek a hanganyagára, ami hát nekem egy nagyon érdekes új zenei repertoárt jelentett ahhoz képest, amit korábban ismertem, úgyhogy én a digitalizált formájukban hallgattam elsősorban ezeket, úgyhogy ezúton is köszönöm Barta úrnak, hogy megosztott velem ilyen felvételeket. Magukat, a zenéjüket kutatom, és hát elnézést, hogy papírról fogok olvasni most. A magyar népzenekutatás elsősorban a zenetörténetet a maga teljességében szemlélő Kodály Zoltán hatására mindig foglalkozott a népzenét érintő más műfajokkal is. Kodály a népzenei rendjébe, a gyűjteményébe bemásoltatta a 19. századi nótákat, csárdás dallamokat, ő maga is gyűjtött falusi cigányzenekaroktól. A II. Világháború után, amikor a magnetofon már nagyobb számú és jobb minőségű gyűjtést tett lehetővé, akkor a Zenetudományi Intézet, akkor még nem a Zenetudományi Intézethez, hanem az Akadémiához tartozó népzenekutató csoport éttermi cigányzenekarok játékáról is készített felvételeket és lejegyzéseket. Ezek ma nagyon értékes dokumentumai az 50-es évek cigányzenéjének, hiszen a cigányzene a népzenéhez sok szempontból hasonlóan hagyományos módon él. Régi hagyományának megismerésében nélkülözhetetlenek a hangzózenét megőrző korai gramofonlemezek. Ezeket hallgatva kiderül, hogy az első világháború előtt a cigányzene virágkorában még sok tekintetben különbözhetett az előadásmód attól, amit a későbbi évtizedekből ismerünk. Ha nem is tudjuk, hogyan szóltak a bandák a mulatozások óráiban, a gramofonlemezek mértéktartóbb játékról tanúskodnak, amelyekben kevésbé jellemzők a ritmikai és tempóbeli szélsőségek, a hangok túlzó megnyújtásai, a nagy sorvégi lassítások, vagy a túl hirtelen gyorsítások. És a fissekben is sokkal kevésbé szövevényesek a cifrázatok, a kíséret, virtuóz szólamai nem fedik el úgy a dallamot. 1903-ban a Népszínház nagyszabású cigányzeneversenyt rendezett az év márciusában elhunyt Dankó Pista emlékére és szobrának felállítására. Dankónak a cigány népéletből vett témájú népszínművét állították színre, amelyet a prímás nóta szerző a halála előtt nyújtott be a Népszínházhoz. A felvonások közötti szünetekben Dankó nóták előadását tervezték, majd a terv az a cigány zenekarok szereplésével és a versengésével is kiegészült. 1903. szeptemberében valósult meg a program, amit hamar a cigány muzsikusok, illetve a magyar dal és kultúra megbecsülésére irányuló törekvésként üdvözöltek. Nem kevesebb, mint 35 banda jelent meg a fővárosból és az ország különböző városaiból, és a 16 estére nyúló verseny a cigányzene ünnepévé vált. A 35 bandából 15-nek a prímásra nyert aranyérmet, a többi pedig ezüstérmet kapott, tehát ilyen értelemben ez inkább egy olyan fesztivál volt, és az első képen ott az aranyérmes prímások portréja látható. A neves tagokból álló zűri bírálatát Molnár Géza, a Zeneakadémia tanára fogalmazta. Eszerint aranyéremmel tüntették ki Balogh Károlyt, a zenekara jeles szervezéséért, Banda Marcit magyaros szellemben és nagy ízléssel előadott népdalaiért, Berkes Bélát élénk és kemelemes előadásáért, Farkas Palit nagyon finoman árnyalt játékáért, Hamza Miskát tömör jellegzetes előadásáért, és így tovább a jellemzésekkel. A sajtóbeszámolók alapján a 1903-as cigányzene verseny egyik legérdekesebb estje az lehetett, amelyen két neves prímás, a következő képen látható Banda Marci és Ács Laci lépett fel. A kortársak a két muzsikus különbözőségeit hangsúlyozva ragadták meg egyéniségüket, és ezeket azért is gyűjtöttem ki, hogy talán érdekes lehet az, hogy egyrészt a cigányzene sem volt egységes ebben a korszakban sem, hanem a kortársak számon tartották a különböző prímásoknak a jellegzetességeit, sajátosságait,
És hogy ha ezeket olvassuk, mert tényleg nagyon színes olvasmányok ezek a cigánzenéről szóló cikkek, amik persze azért többségében inkább ilyen anekdoták, meg életrajzi adatok, akkor hát arra is érdemes figyelnünk, hogy ezek, amiket sokszor hivatkozunk rá, hogy emlegetik, hogy mennyire cifrázottan játszottak, vagy túldíszítve, hogy ezek nem is az egész korszak cigányzenéjére értették ők maguk sem, hanem kifejezetten egy-egy témást jellemeztek vele, és ma, amikor már ezeket össze tudjuk hozni a gramofon lemezekkel, hiszen az eredeti felvétel nagyon sokáig azt hiszem, hogy nem voltak ismertek, akkor talán az is ki fog derülni ezeket hallgatva, hogy ezek az egyszerű, párszavas jellemzések is valami tényleg elárulnak szerintem a primások stílusáról. Tehát a kortársak a két muzsikus, Banda Marci és Rácz Laci különbözőségeit hangsúlyozva ragadták meg egyéniségüket, mikor erről az elsőről beszámoltak. És a következő lapon ott egy kicsit kigyűjtöttem az illusztrációban és a kulcsszavakat. Már a kiállásuk is jellemző. Banda Marci szerénységének látszati éppen ellentéte. Egy elegáns vivőr, aki oly otthon van a színpadon, mintha ott nőtt volna fel. A Pesti Hírlap az őszinte érzésű, mély lelkű és igénytelen szürkeségű Banda Marci nemes egyszerűségét, Rácz Laci dekoratív zenéjével állította szembe. Az alkotmány szerint a klasszikus Banda Marci szűz, tiszta, nemes játéka küzdött meg a dekadens, titánkodó, de temperamentumos Rácz Laci extravaganciáival, kecsketrilláival. A Hazánk című lap megfogalmazásában Banda képviselte a régi, igaz magyar muzsikát, Rácz a cigán zsonglőr típust. Míg Banda Marci sallangtalan előadásmódját a cikkíró a verseny legkiválóbbjának tartja, elismeri Rácz Laci kitűnő technikáját is. Noha szerinte, lámpaláza mellett, sokat vontott a primás produkcióján, hogy úgymond elcikornyázta a nótákat. Hasonló különbséget érzékeltet a zsűri értékelése is, mely Bandát magyaros szellemben és nagy ízléssel előadott népdalaiért, Rácz Lacit érdekes temperamentumáért jutalmazta. A két primás ellentéte abban is megnyilvánul, hogy melyikük milyen dallamokkal lett igazán népszerű. Banda Marci a hallgatókat szívhez szólóan, bensőségesen, minden cifrázattól mentes egyszerűséggel adta elő. Rácz Laci a csárdásokkal aratott igazi sikert, melyeket, idézem, nagy tűzzel, párját ritkító ügyességgel játszott. Bár a Rácz Lacit jellemző kifejezések kritikusabbak, és a tudósításokból Banda elsőprő sikere rajzolódik ki, mindkét primás ováció fogadta. Rácz Laci jellemzéséből tehát összességében egy erőteljesen, néha túlzóan és öncélúan cifrázó, manírozó, de temperamentumos és virtuóz muzsikus képe rajzolódik ki. A saját magát később cigánykirályként hirdető primás egy a verseny előtt publikált tárca a cigányzenészek egy sajátos típusának tekintette, aki a közönség kedvence. Népszerűsége a legkedveltebb operatőr madonnáikével vedlekszik, ő pedig pózol, komédiázik nekik. Hasonlóan jellemezte később a kolozsvári tükör duhajságát, látványos cséfáit ecsetelte, zenéjéről pedig így fogalmazott. A hegedű ilyen valóságos humoreszkeket játszott, szeszélyes, gúnyos faksznikat, amikről a laikusok azt hitték, hogy igazi virtuóz művészet, és szájtátva hallgatták a játékát. De azoktól a cigánypózóktól eltekintve nagyszerű primás a bolondos Rácz Laci, aki a magyar nótát simán és gyönyörűen játsza. Cifrázni meg senki sem tudja jobban nálánál. Ezek a megfogalmazások maguk is azért a hatáskeltésre törekednek, nem kevésbé, mint Rácz Laci. Mégis Rácz Laci gramofon lemezeken felmaradt hallgatóira valóban a nagyfokú rubátó jellemző. A prémászadallamokat gyakran messzire távolodó futamokkal, körülírásokkal, trillákkal, csúszásokkal díszítette. Egy-egy jellegzetes elem, például bővített szekundlépés beillesztése, olykor szervetlennek is hat a nótában. Nem véletlenül dísérték különösen csárdásait, melyeket más módon cifrázott. A mindjárt elhangzó egyszeresik esztendőbe vízkereszt kezdeti nótára feszes tempóban maradva tüzes variációkat, dallamot aprózó figurációkat játszott.
Ahogyan a Pesti Hírlap írta a cigányzene verseny idején, idézem, cifrázása és nyugtalan mimikája árt a busz magyar nótákban rejlő mély érzésnek, de friss zenéje, pikáns hangszerelésével és tüzességével annál gyújtóbban hatott. Kicsit belehallgatunk a Rácz-féle cifrázatos túlzásokba, és akkor utána talán a csárdást hallgatnám meg. Hát ezek a cigányzene versenyek természetesen egy néhány évvel régebbi, de mind az első világháború előtti felvételek. Gyorsabban kéne hallgatni egy kicsit. Szerintem ez 80 valahányal forog. Rácz-Laci ellentéteként jellemzett idősebb Banda Marci, a lemezek tanúsága szerint is a korának talán legkiemelkedőbb cigány muzsikusa, akinek kevés hangfelvételén keresztül a cigányzene régi hagyományát ismerhetjük meg. Banda 1847-ben született, a 20. század elején tehát már idősnek számított. Korán árvaságra jutva gyerekként állítólag béreseknek és parasztoknak muzsikált Nógrád megyében, később a fővárosban Rácz-Pál zenekarában nevelkedett és játszott, azaz a cigányzenei hagyománynak eléggé különböző rétegeivel megismerkedett.
Vácon vezetett bandát, és az 1880-as években került a fővárosba, ahol hamarosan az egyik legjobb cigányzenésznek tartották. Már ekkor játékának magyarosságát, cifrázatlan egyszerűségét emelték ki. Mikor 1890-ben a Vigadóban több cigány banda részvételével jótékonysági hangversenyt rendeztek, Banda Marci a fővárosi lapok szerint a legtisztább magyar stílben húzta el a cserebogár, sárga cserebogár kezdetű dalt, a nóta repertoár egyik régi, már a 19. század első felében népszerű dallamát. Egy másik lap Banda vidéki származását is megemlítette annak háttereként, hogy Banda, idézem, nem cifráz, nem sallangos csak azért, hogy nagyobb technikát produkáljon, de annál több érzést vesz ki a hegedűjéből. A 20. század elején már az utolsó klasszikus cigány témásnak nevezik, akiknek felfogása csodásan nemes, egyszerű, cifrázás nélküli vonós kezelésében pedig hatalmas őserő nyilvánul. Miközben már a 19. század felében egyre nagyobb együttesek alakultak, Banda Marci a cigányzene versenyén is csak 8 tagú bandával lépett föl. Gyakran dicsérték bensőségesnek, nemesnek vagy leheletszerűen finomnak leírt kifejezés módjáért. A versenyen egyetlen kritikus megjegyzés jelent meg vele kapcsolatban. A Pesti Napló Banda erényének a mély érzést tartotta, hibájaként ennek túlhajlását, a szentimentalizmus nevezte meg. Stílusának ritkában említett, de fontos sajátsága a beszédszerűség, vagy ahogy a Magyar Jövő című lap fogalmazott, a beszéltető, elbeszélő játék. A kortársak ugyanis nem csak a túlcifrázott, de a díszítetlen és túlságosan sima előadást sem érezték megfelelőnek. Amint az Balassa Ármin szegedi ügyvéd és újságíró megfogalmazta, idézem megint, mérsékelten, ízléssel alkalmazott ékesítéseket és a szöveggel haladó, lendületes dallamvezetést kíván a magyar nóta. És a cigány próbálja az, hogy a dal szövegével együtt halad-e, vagy sem. Márpedig a Magyar Jövő nekrológia szerint Banda Marciról köztudomású, hogy a világért sem játszotta volna el azt a nótát, amelynek szövegét nem ismerte. A Zenekereskedelmi Közlöny című szaklapból úgy értesülünk, hogy Banda Marci sokáig óckodott a hangfelvételektől. Szintén Márton nevű fia viszont rendszeresen játszott lemezre, és mivel az 1910-es években a sajtóban már nem mindig különböztették meg őket idősebb vagy ifjabb megjelöléssel, nem egyértelmű, hogy a Banda Marci névvel megjelent számos hanglemez közül melyiken szerepel az idősebbik. Többnyire a fiatalabbiknak a felvételeit ismerjük, de egyébként ő is azért egy viszonylag egyszerűbb és hagyományosabb stílust követ. A Gramophone Company 1912-ben rögzített hanglemezein az öreg Banda Marci cigányzenekara felirat, valamint a Zenekereskedelmi Közlöny kapcsolódó híradásai azonosítják a témást. A lap szerint Banda legjellemzőbb tulajdonságát, a varázslatossal határos, szívbe bekapó vonóvezetést kiválóan örökítik meg a felvételek. A kevés ismert gramofonlemez igazolja a róla szóló leírásokat, melyek az egyszerűséget, népiességet, az akkori értelemben vett, vagy cigányzenei értelemben vett népiességet persze, és a dalszerűséget emelték ki Banda játékáról. Banda a hallgató dallamának a hangjait helyezi a középpontba. Elsősorban egy-egy hangi előkét, kevés csillát alkalmaz, és ezeket halkabban játsza, mint a dallamot. Máskor a díszítés a dallamhang előlegzése ismétlése. A kor gyakorlatához képest kevéssé a csúszásokkal. A nótát énektempóban játsza, s ha meg is áll egy-egy hangon, megőrzi a dallamsorok egységét. Játékát magyarosnak érezhették azért is, mert a sorok kezdetét a magyar nyelv sajátságának megfelelően súlyozza, ami nem minden klímásra volt jellemző. A cigányzenei játék tipikus elemei a dallamsorokon belül gyorsítások, majd a sorvégek elengedése, és Banda stílusának sajátsága az ezen túlmenő agogika, azaz a dallamhangok szintjén megjelenő ritmikai szabadság. Ezzel nem egyszerűen a szöveg prozódiáját követi, ez egy szabadabb hangszeres rubátó, vagy inkább párlándó. Közönsége mégis ezt a szabad ritmikát és az árnyalt artikulációt fogalmazhatta meg beszédszerű stílusként. Míg a csárdásokat Banda Marci táncszerű, feszes karakterrel, mértéktartó tempóban húzta. És akkor most a másik lemezen
Banda Marcival a kevés ismert felvételéből egy lemezt szeretnék megmutatni, amin egy nóta és egy szárdás is elhangzik. A zavaros prima vize. Aha. Ez akkor volt új nóta. Thank you.